Szeretettel köszöntjük egymást, Isten hozott bennünket a 174. energiapolitikai hétfőestét elkezdjük. A mai esténk két ünnepnek a jegyében telik el, illetve kezdődik. Az egyik ünnep az, hogy adventben vagyunk és karácsonyra készülünk. Ajánlom mindnyájunknak a figyelmébe Vas Albert karácsonyi levelének ezt a három mondatát. Nézzetek a szívetekbe karácsonyos szeretettel, szemmel, őszinte és becsületes lélekkel. Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a karácsonyon. A cívódások, pártoskodások nemzetéből változzatok át a szeretet nemzetévé. S lássátok meg, attól a pillanattól kezdve veletek legyen az Isten, lesz az Isten. Ezt kívánja Energiapolitika 2000 társulat minden jelenlévőnek, és a jelenlévőkön keresztül az egész haza minden polgárának. A másik ünnepi esemény az, hogy ma 7 éve történt, ez, amit itt én kivetítettem, ez még nem a mostani előadás, hanem a Sili János miniszter úr tartott nálunk 7 évvel ezelőtt is egy előadást, nevezetes előadást. Az volt a címe, az atomenergia helyzete és a lévai projekt. És ez egy történelmi pillanat volt. A mi rendszerünkből, egyébként a honlapon mindenki ellenőrizheti, három kockát kivettem, és most levetítek. Ez az egyik, hogy honnét idézek. Ez a másik. Ez egy történelmi pillanat a nemzet életében, és másodszorban az energetika történetében. Egy olyan ritka pillanat, amikor mi magyarok egy fontos dologban egyet értettünk. Azóta nem volt ilyen pillanat. És ezen az előadáson ez a történelmi kép, amit most ajánlok mindenkinek a figyelmébe, egy kicsit időzzünk el ennél a pillanatnál. Mi van felírva oda a táblára? A paksi atomerőmű bővítése közös ügyünk. Tehát paksi erőműről van szó, bővítésről van szó, még egyszer, ezt a szót ugye nem nagyon szabad mostanában kimondani, bővítésről és közös ügyünk. Kinek a közös ügye ez? Ott középen, középütt az asztalnál az akkori szocialista kormány miniszterelnöke ül, aki beszél, a szóvivője. Mellette ott ül Márta Imre, az akkori Magyar Villamosművek Részvénytársaságnak a vezérigazgatója. És itt baloldalon Sili miniszter úr, akkor még nem volt miniszter, nem is sejtettük, hogy miniszter lesz, de hála Istennek az lett. A paksi projektnek, a vezetője. Na most, ha meggondoljuk, hogy mi van most, akkor ezen a képen rajta van a mai világnak, amit át kell élnünk, minden nyomorúsága,
és a jövő ígérete egyszerre van jelen. Hogy mi lett a kormánnyal, azt tudjuk. Ez a szocialista kormányzat szombatig bujkált, és nem merte kimondani, amit mostan az úgynevezett programjukba kimondta. Idézem, ami a kongresszuson elhangzott. A gazdasági növekedés feltételeként és az eladósodás megakadályozása érdekében felmondják az Oroszországgal a paksi atomerőmű bővítéséről kötött szerződést. Tiszta beszéd. Most mondanak igazat, évek bujkálása után. Hova álltak ők? A dotált tagadás oldalára. A dotált tagadás oldalára. A teljes önfeladásnak az oldalára. Talán olyan politikai szándék húzódik meg emögött, amit most még nem is értünk, de talán később meg fogjuk érteni. És most jön egy másik szörnyű dolog. Népszavazást tartanak az új atomerőmű létesítéséről. Miről kell népszavazást tartani? Közös ügyünkről, az eldöntött ügyről, a 7 évvel ezelőtt eldöntött ügyről, ami azóta valóságá vált, megkezdődött. És az se kerülj el a figyelmünket, hogy milyen népszavazásra készülnek. A népszavazáson a szülők gyermekük nevében is szavazhatnának. Szóval hoznak szavazókat is. Azok, akik a jelenlegi törvényeket igyekeznek rossz törvényeknek, igazságtalan törvényeknek feltüntetni. Többet nem fogok ma politizálni. Ezt azonban fontos leszögezni, fontos tudatni, és kérem a tisztelt jelenlévőket, hogy ne csak ők gondolják végig azt, amit az elmúlt percekben én igyekeztem megfogalmazni, hanem mondják el mindenkinek. Mindenkinek mondják el, akinek csak lehetséges, hogy miről beszélünk, miről szól ez a hisztéria. Én nagyon örülök annak, hogy megérhettem, hogy a Süli urat itt köszönhetem újból. Mert ez két fontos dolgot jelent. Az egyik az, hogy ő hű maradt az elveihez és a hazához. Ajánlom a figyelmükbe, akik még nem olvasták, olvassák el, az asztalon ott van azt a cikket, aminek ez a címe: politizálni szakember gúnyában. Amikor a képen jelenlévő Márta Imre, aki nekem harcos társam volt valamikor, ezt a bizonyos interjút, amiről itt beszélek, adta, utána én egy éjjel nem tudtam aludni. Reggelre kiízadtam magamból azt, hogy most meg kell szólalni. Vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor muszáj megszólalni. Muszáj a környezetünkkel tudatni a véleményünket. Ezt mint elvi lehetőséget ugyancsak mindenkinek ajánlom, minden honfitársaimnak. Ne azt várjuk, hogy a kövek szólaljanak meg. Mi szólaljunk fel, ha van fontos mondani valók. És ne legyen elsőrendű szempont a saját egzisztenciánk. Most kell azt mondani, hogy a haza mindenek előtt. Ennyit Márta Imréről.
És ugyanebben a cikkben volt szerencsém megfogalmazni, mi a hűség, mi a közszolgálat. Az a közszolgálat, amikor az egyéni érdekeink elé tudjuk helyezni a közösségnek az érdekét. Könnyű helyzetben voltam, amikor a Mártát kellett észrevételeznem, mert odaírhattam mellé a Süli János úrnak a nevét, akivel csak az történt, ami mindenkivel megtörténhet ebben az országban, akinek tisztsége van. Na de a közösség szolgálata az nem a mi karrierünknek a kérdése. Ő bemutatta azt, hogy hogy kell viselkedni egy hazájához hű szakembernek. Nem sértődött meg, dolgozott Paksért, győzött, és most ő ennek az ügynek a minisztere. És szeretném remélni, hogy még nagyon fontos feladat vár rá a magyar energetika újjáépítésében. Ezt az ünnepi alkalmat szeretném arra felhasználni, hogy a társulatunknak egy kis ajándékát átadjam a miniszter úrnak. Itt van Lévai András professzorunknak a képe. Ő a magyar energetikának, a nemzeti energetikának a nagy atya, és a magyarországi atomenergetikai fejlesztésnek a megálmodója, úttörője. Zárójelbe a mi társulatunk szerint munkájával az ő örökségének a továbbvivője, remélem. Ez az egyik ajándék. Van még egy. Ez pedig a Lévai örökség és a magyar energetika című könyv, amit a centenárium alkalmából szerkesztettem, társulatunk adta ki. Ebben van összefoglalva a Lévai örökség. Köszönöm szépen! A hírleveleink közül a legutolsó ott van az asztalon. A jövő évi tervezett előadásaink. Aszodi Attila urat várjuk januárban. Nagyon izgalmas előadás lesz. Ugye az energetika most két szinten zajlik. Az egyik a valóság, a másik meg, mint minden ezen a világon, ezen a globalizált világon, a virtuális világ. Hát most a fizikai és a kereskedelmi energiaáramlatoknak a összehasonlításáról lesz szó. Ha Isten engedés élek, akkor február 12-én hagyományosan elő fogom terjeszteni ebben a teremben a társulatnak a 4 évenként esedékes energiapolitikai koncepcióját. Talán nem mindenki tudja, 2010-ben februárban előterjesztettem a helyreállítás energiapolitikája címet viselő dokumentumot. 4 évvel később, 2014-ben már az építkezés energiapolitikájáról lehetett beszélni. A mostani előterjesztésnek a címe az ellátás biztonság energiapolitikája. Ma ez a legfontosabb kérdés ebben a hazában, de mondhatnám Európában is. Ez a rendezvény, mondhatnám, két részből áll, ha megérjük. Délelőtt lesz egy sajtótájékoztató, aztán délután az előadás. Az előadás az körülbelül egy 5/4 órás szöveg lesz, úgyhogy hideg élelmet kell hozni. A egyoldalú közlés lesz, nem várunk hozzászólásokat, mert
mindaz a sok bölcsesség, ami ebben a teremben a meghívott előadók és a vita során fölmerül, az mind benne lesz ebben az előadásban. És az előadás reményeink szerint ezt nyomtatott formában is megjelentetjük, és az előadásnak a kivonataként a tézis szerűen a javaslatok néhány oldalban, mint társulati állásfoglalás fognak megjelenni. Mi úgy gondoljuk, hogy amikor az ország a fönnálló alkotmányos rend szerint 4 évenként választáshoz érkezik, akkor a magukat hozzáértőknek tartóknak kötelessége megszólalni és elmondani a javaslataikat. Ezek nyilvánosak, és a pártok versenyezhetnek, hogy ki mit valósít belőle meg. Ezért megtesszük most is ezt az ajánlásunkat. Aztán márciusban a Kovács Pál államtitkár úr, aki állandó nem csak vendégünk, hanem társulatunknak a tagja is, az Energia Unió és a Tagállami Felelősség címmel tart előadást. Ez a kivonata egy tanulmánynak, amit az Unió felkérésére készítettünk. Áprilisban pedig a Bogár László tanár úr jön közénk, aki minden évben vállal legalább egy előadást, ahol egy kicsit más megvilágításba, létfilozófiai szempontból beszél az energetikának az aktuális kérdéseiről. Akit ezek érdekelnek, ezek a témák, őket szeretettel látjuk, és kérem, hogy terjesszék is, hát ha mások is kedvet kapnak, hogy eljönnek meghallgatni. Ez az a kis kártya, ami az asztalon ki van téve, a legfontosabb tudnivalók a társulatunkra ezen rajt vannak, és kell terjeszteni azt egyébként, hogy itt ingyen adják a beszédet, ingyen adják az igét, mert most is, ma is fölhívott valaki, hogy hát ő még nem jelentkezett be, lesz-e hely a számára, lehet-e jönni? Mondom, hogy ne lehetne, sőt, mondom, azt szoktuk csinálni, hogy még vannak üres helyek, kimegyünk az utcára, és onnan is hívogatunk be embereket. A hagyományos média válogatás, hogy mi van az asztalon. Hírlevélről már szóltam. Aztán van itt egy hosszabb beszélgetés a Páholy című műsorban, a Karc FM-ben, az is ott írásban olvasható. Aztán a Se atom, se szén, ezzel az interjúval üdvözöltem azt a legújabb klímavédelmi hisztéria gyűlést, amit Bonnban tartottak. Ezt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Szarka László, akadémikus, szintén rendszeres előadónk, egy nagyon fontos cikket írt, ugye ezzel a klíma meg szén-dioxid üggyel kapcsolatban. Mi ezt nagyon fontos felvilágosító feladatunknak érezzük, az ebben való tisztánlátást elősegíteni. És most jön egy újdonság. Az Energia Unió és a Tagállami Felelősség címmel én tartottam egy előadást a villamosenergiaipari dolgozók szakszervezete és a bányász szakszervezete a közös rendezésében. Ők tartottak egy konferenciát, ahol az uniónak a éppen aktuális, talán téli csomagnak hívják, téli táv, mindenféle csomag van, mindenféle számok, víziók, mindenféle ilyen bürokratikus szómágiák megjelennek különféle kiadványokban, és a szakszervezetek közös véleményt mondtak erről, és az az ötletük támad, hogy engem oda hívnak. Hát én némi nem haboztam semmi, mindent elvállalok. És jó, mondom, megyek. És akkor elküldtem egy ilyen előadást, és nagyon pozitív volt a visszhang, de hát elmentem megnézni, hogy hova is megyek, úgyhogy én már reggel bejöttem oda, és végighallgattam. És mire odaértünk, hogy nekem kellett volna beszélni, ott volt a prezentáció, én is úgy csináltam, mint az amerikai elnök itt a
ugye a parlament előtt, hogy azt mondtam a közönségnek, hogy hát én készültem, itt van egy prezentáció, de én most erről nem fogok beszélni, mert én itt annyi okosat hallottam, én most arra fogok reflektálni, sőt lesznek javaslataim a szakszervezet számára. Mivel azt ígértem, és már nem is tartottam be, bocsánatot kérek, hogy csak negyed órát fogok beszélni, nehéz abba hagyni. És az a lényege volt ennek az összejövetelnek, hogy arra jöttem rá, hogy a szakszervezetek, tehát lengyel, szlovák, cseh, román, talán ott voltak a horvátok is, tehát a környék, azt hiszem újabban úgy mondjuk, hogy kelet-közép-európai szakszervezetes, ott beszéltek. Hát kérem szépen, örömmel állapítottam meg, hogy ugyanazt mondják, mint amit én akartam mondani, csak jobban. És azért jobban, mert ők még jobban benne vannak a mindennapi valóságban, és arra jöttem rá, meg is fogalmaztam ott ezt, hogy ma olyan szerencsés helyzetben van ez a régió, hogy az úgynevezett, meg tudom kimondani, munkavállalói érdek teljesen egybeesik a nemzeti érdekkel. Most ez nem részletezem, mert az előadáson meg fog jelenni, de ennek a... És hát mondtam ott néhány dolgot, nagyon megtermékenyített engem ez a nagyszerű eszmecsere, és ennek a hozománya az, hogy a szakszervezeti labba megjelentünk. Ott az asztalon ott van, ja, meg is mutatom. Ez jelent meg, és a jövőben a két havonként megjelenő szakszervezeti újságban ez mindig benne lesz. Itt ugye szerepel a sárgával a két jövőbeli rendezvény, hogy mi következik, és utána pedig tömören le lesz írva, hogy ott miről volt szó. Most ez már kialakult, ez a forma, megvan nagyjából mennyi karakter, majd én minden két hónapban ezt elküldöm. Oda is meg fog jelenni, és ezentúl az asztalon egy 10-20 példány ebből az újságból mindig itt lesz. Örömmel tapasztaltam azt, hogy ha valami jó ügyön mesterkedünk, vagy egy jó ügyre odaszálljuk magunkat, akkor ez követőkre talál. Na, és végre is jutottunk az előadáshoz, és nagy szeretettel üdvözlöm a miniszter urat, és nagy megtiszteltetés számunkra, mert mi aktív miniszter még nem volt közöttünk. Nem volt közöttünk. Úgyhogy jó Isten áldjon meg, hogy elvállaltad, hogy időt szakítottál erre, és hogy egy jó előadást fogsz tartani, és át is adom a szót.